Sziasztok! A mai videóban megmutatjuk nektek, hogy mit teszünk egy hét alatt Svédországban. Ez a menü kettő főre lesz kitalálva, és mivel a barátom is és én is növényi étrenden élünk, ez egy ilyen videó lesz. Általában vasárnap szoktuk összeírni, hogy mit fogunk a héten enni, és a mai napon elmegyünk a szupermarketbe, holnap pedig én fogok elmenni a csomagolásmentes boltba, ahol megveszük azokat az összetevőket, ami nyilván csomagolásmentesen tud megvenni, és fogjátok látni nagyjából, miket főzünk, lesznek benne magyar ételek, lesznek benne nemzetközi ételek, lesznek benne holland ételek is, úgyhogy tartsatok velünk! And do you know already in Hungarian how to say where we're going? Oh, mi jövünk a szupermarketbe. Igen, és mit veszünk? Veszünk vasárba? Vásárolunk? Ételt veszünk, igen. Ételt veszünk. És mit főzünk a héten? Chili? Nem főzünk chili. Nincs chili. Ó, oh, a héten. Következő héten. Ja, oké. Holland étel és Magyar étel. Mi a holland étel? Holland étel kapszalon. Igen. És nasi, indonézi holland étel. Indonézi holland étel. És mi eszünk magyar leves. Igen. Frankfurt leves. És még olasz tészta. Tészta, és curry, indisz, indiai, curry, és... Sötét. Sötét. Már nem tudom? Sötét. Nem sötét? Nem sötét, a kép. A kép. Már jó? Yeah, most jó. Most jó. Most jó. Ennyi, tészta, curry, kapszalon, nasi, curry. Frankfurti leve. Nem tudom. That's all. Na jó. What is welcome? Üdv. Üdv. Mm-hmm. Üdv. Willis van. Mm-hmm. Hol van? Benne van. Kettő doboz. Egy. Mennyi pénz? Pénz. Kettő krónor. Korona. Korona? Kettő korona. Kettő korona. Hagyma? Piros. Igen. Piros hagyma? Vörös hagyma. Piros, vörös hagyma. És ez? Fokhagyma? Igen. Zümbli? Igen. Banán? Igen. És a többi? Alma? Alma? Nagyon jó. Ügyes vagy. Köszönöm. Mit csinálsz most? Te mit csinálsz? Vásárolunk. Zöldség, gyümölcs. Én vásárol? Igen, te is. Igen. Mi van a táska? Táskámban van... Itt a táskám, vannak benne. Kicsit. Ott van, benne, alul. Ó, oké. Sok táska. Olaj. Igen. Okos vagy. Shall we get paprika? Nem a magyar paprika. Hanem holland paprika? Szerintem holland. Nagyon szomorú. Perhaps, what's perhaps in Talán. Basil? Where is it from? Doesn't say. It would have been from Hungary, they would have put it on. Milyen sok a vegán opció. Itt van vegán sajt. Falafel. What else? Egy tofu. Igen. Te eszel húst? Nem eszem húst. Mi? Ez szambal. Szambal Indonézia. Étel. Ez a szambal Hollandban. Hollandiából van? Hollandiából van. Te szereted a szambalt? Szeretem a szambalt. Sok. Nagyon. Zacskos chips. Chips. With discounts. Mhm, kupon. Kupon. Nice. What is it going to be? Pénztárca. Pénztárca.
Pénztárca. Kódolvasod? Kódolvasó? Van olyan. Zappehely? A zap. Igen, zappehely. Fiber habibi. Nagyon finom, nagyon egészséges. Tésztaszósz. Tésztaszósz. Na. Kettő tésztaszósz. Foli magyarovány? Igen, van, vettem. Ah, vetted, okay. Jó. Is apple also like for in general berries? No. Oh. Bogyók. Bogyók. Minden reggel eszünk... what was it again? Bogyó. Bogyó. Mennyibe került? 80-70 korona. Nem 80. No, 870 korona. Jó. Ez drága? Olcsó? Mi veszünk sok étel. So, de nem drága. Jó. De sem olcsó. Nem drága, és nem olcsó. Nem olcsó. Íme, itt van minden, amit vettünk. Lehetőség szerint, ahol lehetett, ott kihagytuk a csomagolást, vagy ugye a sajátunkat használtuk, ezek a műanyag kucacskók is a sajátjaink. Ez sajnos nem magyar paprika, itt van az összes zöldség, tésztaszószok, banán, zappehely, minden, ami szükséges, és akkor még holnap pár dolgot veszünk a csomagolásmentes boltban. És a főzés. Minden nap főzök. Minden nap te főzöl? És én? Oké. Nem minden nap. De sok. Sok én főzök. Te jól főzöl. Egy szakács vagy. Nem szakács vagyok. De jól főzöl. Nagyon jól főzöl szerintem. Szerintem te jól főzöl. Igen. Finom. Finom. Oké. Szia. Szia. Íme a mindennapos reggeli szakása, magyar olaja, joghurttal, napraforgó maggal, lemmaggal, banánnal, bogyós gyümölcsökkel. És minden egyes reggel ezt tesszük. Nem mondod, hol vagyunk? Hol? Gyönőrön. És vagyunk. Mi a guvernőrem? Mi? Étterem? Igen. Nincs étterem? Étterem. Ebédelő étterem? És mit teszel? Répa, bürger, vince, brokkoli, gomba, rizs, finom, szerintem. Tehát olyan ügyes volt, hogy nyert egy versenyt. Nem olyan rég, és ezért kapott 1000 koronát, hogy azt ebben a csoportban levásárolja kajára, úgyhogy néha ide szoktunk jönni ebédelni, úgyhogy ingyen költjük a pénzét. Kicsit sem undorít. Mi az? Hát ez a kapszalon, csak most már egy kicsit össze van keveredve, ami elvileg egy holland étel, és olyasmi, mint nálunk a girosztál. Igen. Kb. Mármint, hogy ezt így bulik után szokták enni, úgyhogy gyönyörű. Ez itt a Big Bunyan Shoppingnek a csomagolásmentes boltja, úgyhogy ide szoktunk járni, hogyha valami olyasmit kell venni, mint például lencse, vagy szójagranulátum, vagy tészta, vagy ilyesmi. Például itt a tészta, és most ezt tök jól ki fogom mérni, mert hoztam ugye magammal ilyen kis szütyőket. A lényeg, hogy kérni kell ezt a fényvizéket, és akkor belerakom. És így szoktam egy hétre venni. Hogy hívtad svédül? Tessék. A fényvizét? Skópa. Skópa. Aha. Ki kell kérni előre. Aha. Még Covid előtt amúgy így ki volt rakva, de most külön kell kérni, és akkor külön lehet mindenkinek. Aha. Láttam, hogy a kenelből egy csomagolva árulják. Igen. Meglepődtem, és hogy miért van bezacskózva. Nagyon durva, mert eddig nem volt bezacskózva, sőt, most még a kávé és poharat is kiadják bentről szerintem. Aha. Legalábbis itt ilyen shoppingben kivettem. Mondjuk, hogy kérsz egy kávét, és akkor odaadják a kezedbe a poharat. Uh-huh. Megfoghatják össze. Uh-huh.
De akkor igazából ők is figyelnek valamennyire. Hát igen. Amúgy most csak 4 adag tésztát fogok venni. Mert ugye, mint említettem, egy vacsira és egy ebédre kell két főre. Amúgy milyen is Svédországban ezt? Jaj, csodálatos. Hamar megszoktam az itt létet. Már egy nap alatt? Igen. Könnyű visszaszokni ebbe. Aha. Nem csodálom. Annyira jók ezek a köcsögök itt. Jó. És mitől speciális ez az üzlet? Hát attól speciális, hogy ugye ez egy olyan üzlet, ahol leginkább helyi árukat árusítanak, mint az árukkal általában szokás. Tehát, hogy például liszt az nagyon közel van, közeli malomból van, a zöldségek valószínűleg közelben vannak, nyilván nem a narancs, meg a banán, de... A svéd narancs. Aha, svéd narancs. De nagyon sok olyan termék van, ami itt ugye közelben készült, illetve hogy általában organikus termékek vannak itt. Uh-huh. De hát a legjobb dolog az, hogy csomagolásmentesen lehet vásárolni. De ezért vagyok itt. Viszont szója úgy tűnik, hogy nincsen, vagy nincs itt. És az egészet le kell basztolnom a főzőembernek. És ki a főzőembered? A csávó. És még lencsét veszek innen. Drágábban jön ki ez? Ez? Uh-huh. Jó kérdés. Szerintem nem. Nem? De nem annyira számoltam. Igazából nem túl sok mindent szoktam nem venni. Uh-huh. De azért a 90% még mindig a szupermarketből van. Uh-huh. Svédeknél nincsen ilyen igény arra, hogy nem tudom ilyeneket, hogy a DM-ben a sampont ki lehessen mérni, meg tusfürdőt, szappant. Aha, tudom, hogy mire gondolsz. Szerintem lehet, hogy nagyobb városokban van ilyen. Uh-huh. De itt szerintem egyáltalán nincs ilyesmi. Mint látjátok, itt vannak még dolgok. Itt van, hogy ez folyékony szappan, ez mosogatószer, ez ilyen általános tisztítószer. És akkor hozol magaddal egy üveget, aha, és ott a töltsérrel. Így van. Viszont ez drágábbra jön ki, úgyhogy ide nem szeretem. Na jó, és a következő lépés az, hogy amit ott láthatjátok, ott vannak teák, meg tisztelek, és találkozott ki szoktam kérni. Te fényképez. Na mit főzöl? Tészta. Vegan tészta. Mi van benne? Mi van benne? Mi van benne? Uh-huh. Mi van benne? Oliva vagyok. Sója, bab, hajtma. Uh-huh. Főrös hajtma, fal hajtma. Chili. És fűszer? Padlizsán. Padlizsán? Igen, okos vagy. Okos. És basilikum, paprika, oregano, és lincse. Lincse. Lincse, piros lincse. Só, tészta szósz, itt van. Szerintem finom. Nagyon jó. Szia. Szia. Do you want to tell what it is? I don't know if I can do it in Hungarian. You can tell it in English. So it's nasi. It's like an Indonesian dish that we kind of adopted in the Netherlands for historic reasons. But it's not really the official way of eating it. I just added some stuff that we had. Kind of a frugal nasi, so it's rice. And here we have chicheri bosho, repa, hajma, pori hajma. Pori hajma. You know it better than I do. And bean sprouts, bob, bob sprouts. Chira. Chira, oh yeah, chira. Ris. Sauce, Földi Mario Magyaro vibe, és sambal, chili, chili, és só. Sauce? Só, yeah, és só, like salt. Oh, okay. És soja sauce, peanut sauce, and a lot of spices in here as well. We also have citroengras, I don't know what that is in... Citronfu. Some other spices are in here, a lot of garlic actually. So yeah, that's kind of the dish for today. Very nice. Thank you very much. Alsjeblieft. Okay, szóval mai nap csütörtök van, és ezt a körit készítettem.
ami most annyira szép, hogy így benne van a serpenyőben, de van benne krumpli, édesburgonya, répa, csicseriborsó, vörös lencse, hagyma, fokhagyma, gyömbér, fűszerkeverék, és el is főztem ki hozzá. Illetve ez egy nagyon furán kinéző frankfurti leves szeretne lenni. Hát csodálatosan néz ki. De hát ebben pedig lényeg, hogy a leves nem annyira jött össze. De van benne káposzta, krumpli, virsli, és ugye a frankfurti leveshez szükséges fűszerkeverékek. Én most ezeket fogjuk dobozba rakni, mert most két napra csináltuk előre, illetve átfőztem előre, mert azt gondoltam, hogy nem leszünk itthon holnap, de végül is kedves hollandiákunk itthon lesz holnap, úgyhogy itthon leszik. Úgyhogy most kimatakoztuk, hogy mennyit kell holnap utára bedobozolni. Ennyi. Igaz? Igaz? Igen. Érted? Nem értem. Na jó, mindegy. Milyen nap van ma? Milyen nap van ma? Cat is Tuesday. Csütörtök. Igen. Csütörtök. Oké. Okay. Szia. Szia. Sziasztok, utolsóként. Éppen nyokit készítek. Ez a vasárnapi vacsora lesz, ami igazából a szombati lett volna. Csak tényleg végül is egyébként sem lett itthon, úgyhogy mind a ketten másra lettünk. Én egy barátnőmet én ettem vacsorát. Úgyhogy senki nem főzött. Hát ez lenne a szombati verzió. Itt még csak a hagymát fogom csinálni, de közben pirítom a nyokkit, de ilyen kompás paradicsomos lesz. És igazából ennyi. Minden héten nagyjából itt szoktunk bevásárolni, és itt szoktunk ételeket készíteni. Majd azt mondom nektek, hogy szoktam berakni a naptárba. Ugye azt, hogy melyik nap mit teszünk, és tök jó észben tartani, hogy melyik napra mit terveztünk. Ja, úgyhogy ennyi. Köszönjük, hogy itt voltatok ebben a videóban, és találkozunk a következőben. Sziasztok!